én veszem el ezt el, így veszem el ezt el, miben tudok segíteni? Van egy fogom, gyökérkezelve vagy, de úgy érzem, hogy nem volt jó a kezelés, vagy nem volt pontos, érzékeny hidegre, melegre a fogam. Talán van fogköröm is, úgyhogy szeretném, hogyha megnézni a doktort. Rendben, akkor foglaljon helyet, legyen szíves. Tapolcai Gergely vagyok, 3 éve vagyok országgyűlési képviselő. Mivel én siket vagyok, az élet sok területén szükségem van segítségre, hogyha úgy adódik a helyzet. Elsősorban jelnyelvi tolmácsra, személyes kommunikáció segítségére van szükségem. A fogászati kezelés közről beszélünk, akkor általában előtte SMS-ben vagy e-mailen keresztül egyeztetünk időpontot, ez simán megy, megoldható. Hallásállapottól ez független. Hogyha már itt vagyok, akkor 2 megoldás lehetséges. Az egyik az, hogy írásban kommunikálunk, akár a recepció, akár az avassal, akár az orvossal. A másik lehetőség pedig a jelnyelvi tolmács közreműködése. Az legérdekesebb szituáció akkor van, amikor a fogorvoson maszk van, és nincs mellettem tolmács, akkor mindig szólok a fogorvosnak, hogy a maszkot vegye le, legyen szíves, vagy mutassa meg, hogy mit csinál. Tehát például így, hogy most iszunk, nyissa ki a száját, igyon, öblítsen, stb. De hogyha van tolmács, akkor sokkal egyszerűbb a helyzet, persze. Mindig tudom követni, és akkor nem kell a maszkot lefölvenni. Nem tudom a pontos időpontot, de több évvel ezelőtt egy ismerősöm ajánlotta a Profidentet, és azóta járok ide. Nem voltam más fogorvosnál, amióta ide járok. Később derült ki, hogy a Profidentnek is van személyes, Profidenthez van személyes ismerettségem, és ez még jobban megerősítette a kapcsolatunkat, szívesen járok ide. És az is változó, hogy használok-e tolmácsot, vagy nem. De biztos vagyok benne, hogy a Profident támogatja ezt a lehetőséget is.